Az eseményt a gyerekek élvezték a legjobban, hiszen nem csak palacsintát kóstolhattak, de betekinthettek egy korabeli jurtába. Sőt, lovagolhattak és néptáncolhattak is, valamint kipróbálhatták az iáskodást is. Én 5-4 éve iáskodom. hát úgy kb. 11-en jöttünk. Valószínűleg bemutató lesz, nem tudom, minden egyes Dolgot, ami amit fog történni, de majd lövünk, lesz távolra lövés, amit nem szoktól csinálunk. Hát, és én nagyon szeretek Az őszünnepen részt vettek a délvidéki hagyományőrzők is. Két jurtát is felállítottak, hogy szemléltessék a korabeli életstílust. Ezen a napon emlékeztek meg az őseink a az őseinkről és a hőseinkről. Mert valójában ez is az igazi mondandója az ősznek, mivel hogy mostan ugye ettől a pillanattól rövidebbek a, a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Bajsán is fontos a hagyományápolás, és erre még az embert próbáló időkben is szükség van, mondta Lackovics Gároly, a Bajsai helyi közösség elnöke. Él bajsán a, a, a civil élet, úgyhogy ez a hagyomány ápolás, nagy nagytú, nagyon nagy az érdeklődés, egy azért, mert magos színvonalú rendezvény, más még azért, hogy az emberek, az emberek már nagyon-nagyon kívánják az ilyen eseményeket. Kókics Erika szervező elmondta, hogy a rendezvényt az óvintézkedéseket betartva szervezték meg. Ez egy őszköszöntő rendezvény, ugye itt a napforduló kapcsán az van, hogy ugye ebben az évben sajnos a vírushelyzet miatt nagyon kevés rendezvényünk volt. Most is a községben csak korlátozott számba tudunk részt venni, viszont a csoportjai, nekünk öt szekciónk van, és hát mindenki nagyon igényelte már, hogy egy kicsit együtt legyünk, hogy történjen valami. A szervező azt is elmondta, bíznak abban, hogy jövőre rendeződik a helyzet, és mindenki számára nyilvánossá teszik a rendezvényt.